145 település lehet érintett a játszótér mutyiban. Ezt az Európai Csalás Elleni Hivatal derítette ki. A 2000-es évek végén több száz uniós szabványnak megfelelő játszótér épült Magyarországon. Ezek nagy része persze akár milliós uniós támogatással. Csak hogy a gyanú szerint a beruházásokat túlszámlázták. Az LMP szerint kormányokon átívelő csalásról van szó. Bátori Róbert riportja. Ez a hinta része. Ez gyakorlatilag most, hogy vagy ellopták, vagy elszakadt, ezt nem tudnám megmondani. A homokozóba csúszik bele egy csúszda. Vagyis csak csúszna, de a csúszdának is hűlt helye, nem csak a hintának. Tarnabod még 5 évvel ezelőtt pályázott játszótérre. Nyertek is több mint 16 milliót, de nem csak játszótérre, hanem a temető rekonstrukciójára is. Végül elszámoltak mindennel, de 5 milliót vissza kellett fizetni, mert a kerítés nem a szabvány szerint készült. A polgármester a stábunktól értesült arról, a település is érintett lehet a játszótér mutyiban. Tehát azt a részét, hogy Európai Csalás Elleni Hivatal ilyen létezik, meg hogy a Vidékfejlesztési Hivatalnál nem úgy használták fel a pénzt, nem úgy pályáztattak, hogy szabályos legyen, meg hogy létezik egy játszótéri botrányos csoport, 140 valány település ebbe valahogy érintett. Én ezt ma reggel az önök kolléganőnél tudtam meg először életemben, hogy ilyen létezik, meg hogy Tarnabor is szerepel egy ilyenbe. Nem csak Tarnabot, hanem a közeli Kál is. Az Európai Csalás Elleni Hivatal szerint 145 kis település érintett a játszótér botrányban. Én egy dolgot mondok, a polgármester. Ha nem csinál semmit, abba kötnek bele. Ha csinálsz valamit, abba kötnek bele, hogy nem jó csinálod. A Heves megyei Kálon két játszótér is épült 2011-ben összesen 13 millió forintból. A polgármester megörökölte a nyertes projektet. Amikor megtudta, felkereste a pályázatban szereplő kivitelezőt, és minden ment a maga útján. Szerződést kötöttünk velük, ők felmérték a területet, ugye a mi esetünkben két játszótérről van szó, két egyforma játszótérről, és ők elkezdték a kivitelezést, műszaki ellenőrzés, minden egyéb ilyen jogszabályban előírt dolgot betartottak, és gyakorlatilag megvalósították a játszótereket. Megvalósult, de mégsem szabályosan. Így az Európai Uniótól játszóterekre lehívott, összesen csak nem 1,3 milliárd forintot lehet, hogy vissza kell fizetnie a csalással érintett településeknek. Az LMP országgyűlési képviselője szerint a játszóterekkel kapcsolatos pályázatokat többnyire egy cég csinálta, a munkákat pedig egyszerűen túlszámlázták. A mostani információnk szerint, amire megtudtuk a válaszokat, a túlnyomó többség az önkormányzatoknak egyetlen KFT-vel dolgoztatott. A KFT megkereste az önkormányzatokat, felajánlotta, hogy készít pályázatot ezekre a forrásokhoz, cserébe, hogy ő legyen a lebonyolító. Az önkormányzatok legtöbb esetben jó hiszeműen azt mondták, hogy ha nincs nekünk velünk semmi munkánk, miért ne járuljunk ehhez hozzá. Elkészültek a pályázatok, beadásra kerültek, nyertek. Mégis vizsgálódik mindenki. A miniszterelnökségi sajtóiroda írásban azt válaszolta a Hír 24 híradónak. Az önkormányzatoknak jelenleg nincs jogerős határozattal elrendelt fizetési kötelezettségük, tekintettel az ügyben jelenleg folyamatban lévő büntetőeljárásra, a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adhatnak további információkat. Bátori Róbert, Hír 24.